akkor mi volt az utolsó gondolat a fejedbe a becsapódás előtt? Hogy meg fogok halni. Egy fél év alatt nem biztos, hogy tudok évtizedeket pótolni, de hát próbálkozunk. Bocsánat, egyébként nagyon... Szóval az a helyzet, hogy nagyon-nagyon elegem van már ezekből interjúkban, mert úgy értve, hogy most tényleg ne haragudjatok csak. Szerintem én már bizonyítottam magamnak is, már a családnak is, a sokfajta sporttal is. Ez egy olyan plusz dolog, hogy akkor lehet országvilágnak bizonyítani. Azt mondta nekem, hogy jaj, hát annyira sajnálom, hogy önnel ilyen történt, mert olyan kár önért, olyan fiatal és szép. És akkor én azt kérdeztem tőle, miért, hogyha öreg lennék és csúnya, az már okésabb lenne a dolog? Ha az ember pozitívan áll hozzá, illetve akarja csinálni, akkor azért le tudja küzdeni. Ha valaki feladja, akkor őnek is sokkal nehezebb és lassabb folyamat új életet kezdeni.